Szombaton kivágták a kormányhivatal épülete előtt álló bálványfát. Az Újic Béla és a Csizmadia köz sarkán álló fa odvas és beteg volt, így balesetveszélyessé vált. A tervek szerint a terület nem maradt sokáig üresen, helyére új fát ültet az önkormányzat. Már csak a bálványfa csonkja maradt meg a kormányhivatal előtt. Törzsén is látszik, hogy beteg volt, emiatt muszáj volt kivágni. A bálványfa körülbelül 70 éves volt. Egy környéken élő úgy nyilatkozott, a bálványfának lejárt az ideje, de reméli, hogy az új, amit majd a helyére ültetnek, hasonlóan hosszú ideig ékesíti majd a várost. 38 éve lakom itt a környéken. Egyetértek azzal, és most látva a végeredményt is, tökéletesen igaza volt annak, aki eldöntötte, hogy ez a fa már megérte a kenyere javát, és ideje volt, hogy kivegyék innen. Ráadásul szerintem a házbeliek se örültek neki, hogy nyáron eltakarta előlük a fényt. Favizsgálat Miskolc egyik másik pontján. Az úgynevezett fakop módszert alkalmazzák minden öreg fa esetében. A műszeres vizsgálattal ugyanis a fa belsejének állapotát is fel tudják mérni. Így történt ez a bálványfa esetében is. Szemmel látható volt az, hogy a fának komoly egészségi problémái vannak, nagyon nagy mértékű korhadás található a törzsén. Igazából maga a kivágási munka a művelet során vált az egészen nyilvánvalóvá, amit a műszeres vizsgálatok is csak sejtetni engedtek, hogy maga a fának a szerkezetének több mint az 50%-a már el volt halva. A kormányhivatal előtti bálványfa helyére a tervek szerint páfrányfenyőt vagy aranybükköt ültetnek majd, amit tavasszal végeznek el a miskolci városgazda munkatársai.